Jó estét kívánok, ez itt a politikai hobbista szokásos csapatunkkal, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal. És felbukkan, hát ki más, mint Szamosi Timi. Na ezt a szint hogy hívják? Ezt hogy kell mondani? Pink. Ez simán csak pink? Rózsaszín párusz, ez a pink, így van. Mint az énekes csaj? Így van, nagyon jó. Hát nem egyszerűen csak rózsaszínnek mondjuk. Mert ugye van ebben lilás mi egyszerűen csak rózsaszínnek. Hát a férfi. Rám, ez a én hallottam egyszer, mint Kurz erre a színre azt mondta, hogy ciklámen. Nem, műveletlenek, ez képernyővédőszín. Na jó. Egyre jó. Megvitatjuk majd ezeket a színkérdéseket, de ennél sokkal-sokkal fajsúlyosabb topikjaink vannak mára. Méghozzá egy kis történelmi áttekintés, de csak a közelmúlt történelméről beszélünk. Kezdetben volt a sztrájk. Sztrájk, hogy egészen pontosak legyünk. És ebből örökérvényű klasszikus lett. Aztán jött a kérdés, hogy illendő-e a képviselőkbe folytani a szót ellipszilonnal. Picivel kevésbé lett közismert, de annak idején valóban szabad sajtot is követeltek már az ellenzéki tüntetők, sőt a parlamentben Orbán Viktor tej hatalmát sem szavazták meg. Tej, nem tej, tehát elbetű nincs benne. Szóval tényleg volt néhány zseniális produkciójuk. Van valami, amit kihagytam? Nem, hát így nem nekem most, tehát sportemberként így arra gondolok, amikor Fegyőr a 2030-as olimpiáról okította volna Orbán Viktor, aztán kiderült, hogy mindig lesz olimpia, csak pont 2030-ban nem. Tehát igen, 28-ban és 32-ben és csak 30-ban nem. Hát meg a nagy klasszikusok, amikor a hatházi ott mászott a falon a zokniában, a többiek meg ott képeket készítettek. Nem, ez a legjobb az volt, amikor a Bangóné Bangó lepatkányozta a fideszes szavazókat, majd a felhorgadás után, hogy a újhelyi képviselő úr megerősített, hogy a képviselő asszony szájából csak az igazság szólt, ez így van. Az MSZP azóta is sikerre halmaz. Bangóné Bangó, meg hát nem tudom, ország egyik legnépszerűbb politikusa. De az is vicces volt, amikor Korozs Lajos interjút készített az Elmentőssel, bár az én személyes kedvencem, amikor Kunhalmi Ágnes nekifutott az ajtónak, és lepattant róla. Szerintem a legnagyobb egyébként, amikor Márki-Zay Péter a Jeszenszkivel tárgyalt. Már nem tudom, hogy apámmal egyébként, vagy velem, mert ugye az Zelenszky szeretett volna tárgyalni. Na, szóval ennek az egésznek sose lenne vége, hogyha tényleg belemerülnénk a felsorolásba. Maradjunk akkor az ellenzéknek az ilyen helyesírási baklövéseinél, mert hogy most éppen ebben sikerült egy óriásit produkálni. Ugye a köztársasági elnöki hivatalnál tüntető Pankotai Lili pólóján díszeleg ez az elviek független Katalin felirat. De tegyük hozzá, hogy ezek azért valójában nem helyesírási hibák. Jó, mondjuk a folytani ellipszilon, az tényleg az. De a többi azért ezek inkább ilyen puszta elírások. Azt mondták, azt fejtsük ki, ott elírták, nem jól írták le, T-betű nélkül írták le, odarajzolták, majd rossz helyre. Igen. Ilyet hogy csinálsz? Úgy, hogy megmondom, hogy mi van, az ember ugye siet, és akkor így van olyan is, hogy mellé ütsz egyet a billentyűzeten, és nem veszed észre, és úgy marad. Oké, de kézzel? Tehát amikor kézzel írsz? Írott, így a kézzel írott szövegnél is képesek ilyen hibákat elkövetni. És mondjuk aranyos, amikor ez a 8 általánost végzett Lilike felkérdezi az egyetemeket végzett, 4 nyelven beszélő köztársasági elnök asszonyunkat. Figyeld meg, hogyha zsírkét átadsz a kezébe, akkor tud helyesen élni, csak a filc nem megy. Jó, de akkor terápiás kutya is kell, hogy legyen. Ez meg babzsák. Jó, de az van, hogy persze az ellenzéki propagandisták most megpróbálják átkeretezni ilyenkor a történetet. Ugye legyártanak egy tök más narratívát, hogy mondjuk azt, hogy akik észreveszik ezeket a hibákat, ugye ügyet csinálnak belőle, azok helyesírás nácik. Nem hiszük el, ha nem látjuk a saját szemünkkel, amikor Szili László ezt képes volt leírni a 444-en még. Helyesen írta le legalább? Ez pont igen. Helyesen pontos írni. Pont helyes írni egyébként tud. 2019. januárban volt ugye ez a strike, meg ez a folytani. Sztrájk, igen, hogy akkurátusan fogalmazza. És akkor írta ezt, hogy ezt a helyesírás náci dolgot. Jó, mondjuk ha azt kérdezik, hogy ezek tényleg ennyire hülyéke, akkor ebből Szili se lók ki ebből a sorozatból. Szerintem nem. Tehát most akkor a csillogó szemű gimnazisták végre megdöntik a helyesírási rezsimet. Tehát végre egy történet, aminek a körúton kívül de is van. Ami a körúton kívül is kivált némi izgalmi faktort. Tehát megnézel egy átlagember helyesírását, nem tudom, ezért Tatka Harkány külsőről, akkor is hasonló kihívásokkal küzd. Tehát a Momentum, meg Pankotai Lili végre megszólította a vitát. Igen, végre olyan, mint ők. Nem érted. Az a baj, hogy nem érted. Az első hír szerint miért volt a pólóra, tudjátok miért volt rosszul írva?
Mert ez egy üzenet volt, hogy ennyire rossz az oktatás. Nem, ez egy szabotás volt. Aztán várjál, aztán jött a szabotás. Aztán jött egy szabotás. Hát könyörgök, ki fogta, mi, más fogta Pankot, hogy lékezett. Nem ez a baj, nem ez a baj. Tanártüntetésen egy nyelvtantanár sem volt ott. Vagy aki, aki azt mondta, hogy gyerekek, itt valami probléma. Senki nem vett nem, észre. Nem volt ott, de volt tanár, de, és én megmondom konkrétan, hogy mi a baj, mert egyébként ez egy véget nem érő sorozat. Tényleg újabb és újabb epizódjai vannak. És mindegyik epizódnál azt mondjuk, hogy nem, az előzőek után volt a sztrájk, meg a sajt, hogy még erre is képesek, hogy ennyire nem figyelnek oda, és nem tanulnak a korábbi hibáikból, hogy ennyire nincsen önreflexiójuk, és ennyire hülyék tudnak lenni újra, és újra nem, ez nem létezik, azt szoktuk mondani, tuti, hogy direkt csinálják. És itt a lényeg, nem. Nem direkt csinálják. Ezek tényleg ennyire hülyék. És nyilván nem arról van szó, hogy ne tudnák, hogy hogy kell írni a strike, meg a folytani szót pontos évvel, vagy az elvileget nem tudnák leírni. Hozzáteszem, az intellektuális képességeiket látva azért lehet, hogy küzdenek ilyen típusú kihívásokkal is. Mert hogy például a Pankotai Lilléről tudjuk, hogy a tanulmányi eredményei, és ezek hiánya miatt ugye neki évet is kell ismételnie. De a sztrájkot megbocsátom nekik, ahhoz, hogy le tudják írni azt, hogy sztrájk, ahhoz végezni kell ezt legalább, meg dolgozni, ezzel nem nagyon szoktak. Igen, igen, de ezeket a szavakat a többségük nyilván le tudja írni alapvetően. De akkor hogy követhetik el ezeket a hibákat? Hogy lehet, hogy a többi idióta bolseviknek ott körülöttük nem tűnik fel, mert mindegyik diszlexiás vagy diszgráfiás? Nyilván nem. És mint hogy a mostani esetnél a többiek pólóján, ott stimmel, ott jól van, ha képen látszik is, az elvileg őket nem szabotálták. Csak a Lilién nem. De akkor az övén miért nem vették észre? Se ő, se a többiek. És nagyon egyszerű a válasz. Annyira elvakítja őket ilyenkor a gyűlölet gőze, a hamis küldetéstudat, annyira beszűkült tudatállapotban vannak, hogy tényleg egyszerűen nem veszik észre. Ilyenkor nem létezik semmilyen önkontroll. A külvilág sem létezik. Csak a bolsevik tűz, ami tombol bennük. Amitől egy ilyen hamis célt látnak, és mindent ennek rendelnek alá. Ez köti le teljesen minden figyelmüket. Folyamatosan egyrészt az eszme, másrészt önmaguk hatása alatt vannak. Jó, és mindig hozzá kell azonban tennünk, hogy igen, igen, valóban nevetségesek, komikusak, szánalmasak, bénák, lehet rajtuk telipofával röhögni, de ettől még résen kell lennünk, és komolyan kell vennünk őket. Ugyanis a bolsevik tűz az nem csak elírásokat, hanem Samueli Tiborokat és Kumbélákat, ifaplatóra dobálásokat és akasztásokat, padlássöpréseket és deportálásokat, sortüzeket és koncepciós pereket is képes produkálni. És nem lehet nem észrevenni a párhuzamot. Megkapóan hasonló tekintet. Ő Cserny József, a Tanácsköztársaság egyik terror különítményének a vezetője, és ezeket nem csak a bolsevik tűz fűti, hanem a megbízóik is fűtik őket kívülről. És ugye ugyanaz a recept ma is, kimennek az ideológia központi országába, ahol ügynöki és agitátori oktatást kapnak, hogy rohasztani, bomlasztani kell a saját nem szeretett hazájuk, politikai és társadalmi rendszerét és az egységét. És hogyha ezeknek a bangolnéknak, hatháziknak, jámboréknak, kiket hagytam még, fekete győröknek, tényleges Tordai. Tordaiknak, igen, tényleges hatalom jutna a kezében, hát attól mentsen minket a Jóisten, meg az országot, meg az embereket. A politikai hobbista menthetetlen boomer lett. Tehát eljutottunk odáig, hogy visszasírjuk, amikor a Noir Eppel meg a G-Raz gitározik a tüntetéseken. Hát, régi szép időkben ez mennyire jó volt. Hát, ugye én hiszem azt, hogy a Jóisten mellett azért a kétharmadnak is köszönhetünk. A következő két és megment minket. Megmenne megmenekülésünket, de tessék? 4/5 akart elmondani, Ádám. Ilyen tüntetők mellett, ilyen ajándék. 9/10. Hát jó, és a másik nagyon aktuális esemény, ami borzolja a kedélyeket a napokban, mindenhol olvashattuk, hogy 28 év börtönre ítélte első fokon a Csíkszeredai Bíróság a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik volt alkalmazottját. És a Böjte Csaba testvér által alapított és működtetett intézményhálózat korábbi munkatársa a vádirat szerint 10 éven keresztül 2007 és 2017 között rendszeresen és akadálytalanul bántalmazta szexuálisan és fizikailag is a rábízott gyermekeket az alapítvány két Hargita megyei bentlakásos otthonában. Amikor az első gyanú felmerült vele kapcsolatban, Böjte Csaba az intézmény pszichológusával azonnal autóba ült és bementek Csíkszeredába a gyermekvédelmi igazgatósághoz, ahol személyesen jelentette fel a férfit a Hargita megyei gyermekvédelmi igazgatóságnál.
és a történtek után megmondták KS-nek, hogy ne járjon be a K-szónal otthonba, és 2017. februárjában felbontották a munkaszerződését is. Amúgy egyébként tényleg most ezt el kell mondjuk le a kalappal a román hatóságok előtt, mert tényleg nagyon alaposan kivizsgálták az ügyet, és példát. Ami jó, azt ismerjük el. Tehát, hogy ami így van, jó, így van, 28 éves börtönbüntetése. Ragadjuk meg az alkalmat, hogy akkor sok szerencsét kívánjunk nekem, az köztudomás, hogy a börtönökben, hogy is mondjam, kifejezetten kedvelik az ilyen érdekes gusztussal felvértezett pedofil állatokat. Embereket. Jó, és emlékezzünk egy picit, akkor azért a 4 hónapja kipattant pedofil pedagógus B. Zsolt esetére. Pedasszisztens, ugye? Pedagógus asszisztens. Ugye ő az, aki a Budapest Pride egyik rendezvényén mesélte el, hogy ő hogyan intézi a rábízott gyerekek szexuális nevelését. És azt is elmondta, hogy hát őt olyan neves szervezetek védik ingyen, mint a TASZ, meg a Helsinki Bizottság, vagy a Gyurcsány pártjához, a DK-hoz nagyon közel álló PDS. És emlékeztek, Budaházi Gyuriék is hiába jelentették az esetet a Kliknek, nem történt semmi, de semmi. A Sweden keresztül. Na és akkor akik meg most sározzák Böjte Csabát, hogy nem igaz, hogy nem tudott róla, de biztos mozdatja az elkövetőt. Olyan, nem hiszed el, olyan, kiraktam egy keresztény rockzenekar a Skillet koncertjéről egy posztot pár napja, és valami seggfej barom azt írja kommentben, hogy na ezzel ellensúlyozzák Böjte Csabát. Tehát ki van adva a balosoknak, hogy most Böjte Csabát kell ütni. És teljesen egyrészt nyilván agyatlanok, de olyan oda nem illő, teljesen irreleváns helyeken is. Az a lényeg, hogy valamilyen módon rá kell most húzni Böjte Csabára, hogy ő tudott az egészről, hogy ő mosdatja az elkövetőt. És ezek a nagypofányú senkiháziak persze B. Zsolt eseténél, akkor hol voltak? Pontosan tudták róla, hogy milyen szexuális ragadozó, és vele nem csináltak semmit. De Böjte Csaba lépett, mert hogy a normális emberek az ilyen szexuális abúzus nem tűrik el. A vádra, tehát a gyanúra már indult. Tehát az az érdekes amúgy, hogy itt rögtön rászálltak erre az egészre, amikor ez a B. Zsoltos pedasszisztenses ügy kirobbant, akkor igazából az iskolát csak amiatt bántotta bárki is, aki kritizálta, csak amiatt volt, hogy tudtak róla, voltak korábban jelentések, és nem tettek semmit. Ez az eset pont azért különbözik, mert itt az első gyanúra rögtön léptek, rögtön csináltak, rögtön intézkedtek. Ott mindenki ártatlan volt, itt meg mindenki bűnös. Komolyan mondom, beszarok ezeken. És én vagyok a hülye, hogy nekem még elvárásaim vannak. És hol voltak ezek a sárdobálók? Mondjuk, amikor kiderült, hogy egy csepeli alapítványi általános iskola nevelője hátrányos helyzetű gyerekekkel fajtalankodott. Mert ilyen is volt. Vagy amikor Kovács Gábort, az LMP egykori politikusáról kiderült, hogy egy 14 év alatti kisfiúval fajtalankodott. Mondjuk azt is tudjuk, hogy az elmúlt évek során 10-12 pedofil tanár került a vádlottak padjára. PDS, na most hol vagy? Nem hallunk elhatárolódni, meg felháborodni. Csaba testvér otthonaiban 1993 óta közel 6000 gyereket neveltek fel becsületben. És sokszor nem könnyű gyerekeket. Olyanokat, akik nem kellettek senkinek. Az otthonokba befogadott gyerekek rendszerint rendkívül szegény, pusztuló bányászvárosokból, nyomorgó falvakból jönnek, embertelen körülmények közül, és sokszor az éhhalál szélén tengődnek. Nem tudom, Rózi, amikor muciológusként lementél felmérni a problémáikat a többi muciológusnál, muciológussal, akkor tudtad, hogy milyen problémákkal küzdenek? Vagy de nem is érdekelte, nem voltam, én csak úgy csináltam, amit elvégeztem volna ezt a gyakorlatot. Valahogy nem, szerintem nem tudják ezeket felmérni igazából, hogy ezeknek az embereknek, meg ezeknek a gyerekeknek milyen gondjaik van. Tehát a belpesti muciológusok, akik állandóan problémákról beszélnek, fogalmuk nincs a valódi problémákról. De tudjátok, hogy mi még az igazán gusztustalan? Hogy azok vergődnek, meg sivalkodnak a legjobban, akik egyébként a gyerekek testi-lelki megnyomorításáért, meg a megrontásáért, a pedofília elfogadásáért rengeteget tesznek. Mert ők azok, akik homofób törvénynek nevezik a gyermekvédelmi törvényt, meg akik elalélnek, hogy milyen csodálatos egy drag queen látványa. Hát attól én is el szoktam alélni. Biztos ezt a szót akartam, hogy bele sem megyek, de amúgy igen. Ilyenkor felvetődik meg nem a kérdés, egy drag queen, tehát egy nő, egy ronda nőnek öltözött általában kövér férfi,
ezeket a táncos revű előadásokat miért mindig gyerekek közelében tartja, és soha nem megy mondjuk idősek otthonába, vagy bányába, vagy nem tudom, most csak mondtam valamit ilyen helyekre. Mondjuk a bányászok a bányából kivernék. Aranyalkor, nem drag is. Tényleg. Hogy foci meccsre miért nem lép fel a Fradi Kispest szünetében a nézőtérre? Azért megnézném a Fradi táborba menjen. Majd jó? A Kubatovot megkérdezzük, hogy mit szólna, hogyha egy drag queen lenne legközelebb a show elem a meccs szünetébe. De tényleg, a bányából kivernék őket, és azt ők nem szeretik, mert ugye ők azt szeretik, ha ne. Na, de térjük vissza Csaba testvérhez. Azért, mert az intézmény 30 éve alatt akadt egy ilyen eset, ezért a hazai baloldali liberális sajtó, meg a nagy megmondó emberek, a Mérőverák, Perintfalvi Riták, Szentesi Éván, Gréci Zsoltok folyamatosan támadják Csaba testvért. Mi vele a bajuk? Az a baj, hogy velük ellentétben ő egy igazi keresztény. És ilyenkor a Lipsi sajtó meg ilyenkor persze szajkózza, hogy miféle keresztény ez? Csak a lóvéra megy, ezért kapja az államtól sok pénzt. És ezek merik a szájukra venni és felkérdezni Csaba testvért. Figyeljetek, bunkó kretének, meséljetek már, hogy ti hogyan nevelitek a magukra hagyott hátrányos helyzetű gyerekét? Ti hányat fogadtatok be közülük? Évek óta hirdeti Csaba testvér, hogy nevelőket, pedagógusokat keres. Hányszor mentetek el Erdélybe önkéntesnek, nevelőnek? Csak egy kicsit segíteni. Én voltam önkéntes, és ott képzeld, azért tudom, milyen jó munkát végez. Találkoztam például egy fiatal emberrel, aki ő nevelt fel, és olyan hátrányos helyzetűnek született, konkrétan románnak, és Csaba testvér megmentette őt is. Most már magyar, van, most már magyar állampolgársága van, és nagyon csodálatosan beszél magyarul. Remélem szavazni is átjár ide. Amúgy igen. Lengyel busszal. De az a helyzet, hogy az összes ilyen okoskodó belpesti lipsinek azt tudjuk mondani, hogy adj hálát a jó Istennek, hogy neked megadatod, hogy jó körülmények között élj. És majd ha időt szánsz az életedből ezekre a gyerekekre, akkor talán lesz némi erkölcsi alapot, hogy beleszólj az életükbe. De amíg csak a laptop mögött jó emberket, ukrán zászlós, meg George Floydos profilképekkel, addig mélyen kúsolj el. Azt hiszem egyébként, hogy van két szó, amit Böjte Csabával kapcsolatban keres mindenki. Köszönjük, atyám! Így van, és ami nagyon fontos még, hogy már csak holnap utánig, május 22-ig hétfőig lehet felajánlni az adótok 1%-át mindannyiunknak, a nézőknek is, úgyhogy szerintem ezt adjuk most a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak. Aki úgy gondolja, tegye, és jól teszi. Egyébként nagyon jó Böjte Csabának ez a mottója, hogy ugye az édesapját a kommunisták gyakorlatilag a halálba kínozták, igen. És ugye azt mondja, hogy az emberi butasággal szembeni bosszúja az, amit tesz, mert hogy ő szereti, oktatja és neveli a gyerekeket, hogy kevesebb sötétség legyen a földön. Szép. Tökre rendben van. Na és ha már itt szóba jöttek ezek a aberrációk, meg pedofiliák, a végére van egy nagyon beszédes újabb videónk Amerikából, ami a CVS-ben készült, ez egy úgynevezett drugstore, ez nem kábítószert jelent angolul, kábítószert, drogéria. Hanem kb. A patika drogéria keveréke, árulnak egy csomó mindent, ugye háztartási és illatszerek, gyógyszerek, élelmiszerek, játékok, kb. Mint nálunk a Müller. Ward Goldberg patika. És ahogy itt látjuk, micsoda véletlen, a gyerekjátékok mellé mit helyeztek el, na mit? A szexuális segédeszközöket. Ott a gyerekjáték, itt pedig a ilyen kis dildók, meg sikosítók, meg ilyen. Hát a Bíró Murray-nek most itt egy fantasztikus napja lenne, hogyha beszabadulna egy ilyen boltba. Én nem is értettem, hogy jön ő ide. Liberális újságíró karrieri sajtótájékoztatán kezdő szett, igen. Igen. Tehát fölmerül az emberben a kérdés, hogy egyáltalán egy ilyen kiterjesztett drogériában miért árulnak ilyen tárgyakat? Hogy lehet ilyeneket nem csak speciális boltokban árulni? Oké, de hogy a gyerekjátékok mellé tegyék, ez a legdurvább. Egyáltalán nincsen lobby, nem akarják megrontani. És látod, megint nem a csákányok, meg az öregeknek való gyógyszerek mellett van, hanem a gyerekjátékok. Igen, megfordult a világ, sokkal jobban szerettem azt a világot, amikor a felnőtteket próbálták infantilizálni még. Erre a legjobb példa az a klasszikus, amikor a egyik unokatesóm bement a gyerekboltba, hogy vegyen egy ilyen legót, ilyen csillogok háborújásat, és akkor megkérdezte tőle az eladón, hogy hány éves a gyerek, és mondta, hogy 32. Oké, az vicces, de amikor ott van a 12 éves gyerek, aki nyilván kódorog a drogériába, amikor megy vásárolni a szülőkkel, és akkor ott elcsatongol a játékokhoz, nézegeti a kis lufikat, meg a mit tudom én miket, és jé, ezek is játékok, ezek is színesek, milyen szép csomagolásuk van, hát láttuk. Néni, ez micsoda? Semmi.
Hát magának ez semmi, tehát ez a klasszik. Igen, nem, szülőként azt is belegondolni, tök néz felvilágosítani a gyereket. Nem tudom, nektek ez hogy volt kiskorotokban, vagy 12-14 éves korotokban, amikor a szüleitek titeket? Hát nem ilyen volt, nem ilyen volt. Én még talán emlékszem rá, de a többiek. Nem, mindegy, szakmai, is beszélni, szakmai javaslat. Ezt hogy? Hogy magyarázom meg? Sehogy, szakmai javaslat, hogy a legközelebb ott kicsit ott pifelni kell a momentumosok fejét a karmalita előtt, mert be akarnak menni a kormányülésre, akkor majd ilyen eszközöket tegyék a rendőrök, és higgyék el, hogy unió részéről egy darab kifogás fog érkezni. Sőt, a momentum részéről sem. Akkor, akkor nem az lesz, hogy ez a kormány bántalmazza a gyereket, hanem az, hogy ez a kormány felvilágosítja a gyerekeket. De mekkora ötlet, ilyen szivárványos dildókat kell gumibot helyett a rend. Lehet, oké, lehet belül kemény, tehát nem kell, hogy... Igen, az általában funkcionálisan úgy kell, funkcionálisan működjön, de ilyen szivárványos dildó formájú gumibot. És akkor azzal verik. Olmos bot helyett olmos brekkencs, jó van. És rögtön euró, eukonforma. Járjon már le a műsoridő, na, járjon már le! Hát a műsoridő még nem, de az első fél időnek itt a vége. Hamarosan jövünk vissza, Torockai László ma a vendégünk, maradjanak velünk. Folytatódik a politikai hobbista továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és egy fantasztikusan nagy pillanattal, hát szerintem egy éve legalább fűzöm, hogy jöjjön el a műsorba vendégként, és beadta a derekát. Torockai László, nagy szeretettel köszöntünk, vagy a Kisberg Szabinak köszönhető? Jó, a kabinetfőnököd? Sajtófőnököd. Szóval ketten, én fűztelek téged, te nem vetted fel a telefont, aztán a Szabi is fűzött. Sikerült, ez a lényeg. Igen, azért Gulyás Mártonnak több időbe tellett, hogy oda elmenjek. Tehát ha esetleg ez jó hír számotokra. Nem? Hát igen, ott voltam, akkor de hosszabb ideig, na, de hát hosszabb ideig próbáltam. Ja, hogy ő régen óta próbálkozott, mert azért az, hogy előbb oda mentél, mint ide, hát most meg is sértődhetnénk akár. Hamarabb kezdett el hívni lehet. Ja, értem. Várni. Tudod, mi csak jobban ért ehhez a művészethez. Ja, értem. Mi csak csináltunk egy nagyon kedves adástról egy szekvenciát, amiután a Torockainak a rajongói ránk írtak, hogy mekkora bunkók vagyunk. Na de oké, most, de én azt szerintem jóvá tettük már, nem tudom, hogy olvastad-e a... két héttel ezelőtt, vagy két is a Magyar Nemzetben a véleményváró cikkemet. Nem. 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 Akkor az interjú alany nem készült fel a riporter, úgyhogy ilyenkor van az, hogy a riporter meg tudja fingatni elég jól, mert direkt át is küldtem, hogy nézzétek meg, ugyanis abban ugye arról írtam, ami egy kicsit ilyen politológiai mondjam, helyzetértékelés, hogy ugye az úgynevezett centrális erőtér, ami létrejött 2010-ben azzal, hogy a középen álló erős kormánypárt két oldalán, ugye bal és jobb oldalon is felállt egy-egy politikai tömörülés, amelyek nem voltak egymással kompatibilisek, tehát gyakorlatilag garantált volt a stabil többség a kormányzó párt számára, és ugye ez a centrális erőtér 2018 környékén kezdett, hogy mondjam, oszladozni, hogy a Jobbik szépen ment át jobbról balra, és egyre inkább összebútorozott a baloldallal, majd 2022-ben ugye egy egyesült ellenzék már Jobbikostól állt föl a Fidesszel szemben, és hopp, egyszer csak a suranó pályán, ahogy mondani szokták a lóversenyben, megérkezett a Mi Hazánk, és újra létrejött a centrális erőtér, újra van egy baloldali és egy radikális jobboldali ellenzéke a jobb-közép kormánypártnak, és az volt a kérdés, hogy tulajdonképpen itt valóban a centrális erőtér jött létre újra, vagy lengyelesedünk, azaz a centrista jobboldal mellett van egy olyan radikális jobboldal, mint Lengyelországban ugye a PO és a PISZ, és a baloldal gyakorlatilag a megsemmisülés útján jár-e, szerinted? Azt gondolom, hogy ez a ti dolgotok, elemezni, értelmezni a politikai képletet, politológusok majd eldöntik, hogy hova sorolnak minket, én viszont nem így működöm, ha már említetted a Jobbikot, akkor az egyik első ilyen vita, vagy elvi vita, az talán Vona Gábor is közöttem pont az volt, hogy én nem hiszek abban, hogy az emberek halmazokba rajzolhatók, és az alapján valaki nemzeti radikális, vagy
vagy baloldalra sorolható, azért nem, mert ezek a hagyományos politológiai definíciók, ezeknek ma már nem sok értelme van. A francia forradalom idején volt ennek értelme, hogy ki hol ült, baloldalon vagy jobb oldalon. Ma van globalizmus, meg van, aki nemzetbe gondolkozik. Ez a két fő kérdés van szerintem a pártok szempontjából, hogy ki hova sorolja magát. Ez mindenképpen. Igen. És mi elég egyértelműen nemzeti alapon állunk, mi abban hiszünk, hogy jó az, hogyha valaki büszke a hazájára, büszke arra, hogy mondjuk magyarnak született, vagy akár nem tudom, angolnak született, vagy ukránnak, vagy orosznak született, arra legyen büszke, mi arra vagyunk büszkék, hogy magyarok vagyunk, és mi ezt egy értéknek tartjuk, és értéknek tartjuk azt, hogy független Magyarországot teremtsünk, és mi abban hiszünk, hogy a magyarok túlnyomó többsége velünk fog előbb-utóbb egyetérteni. Mondhatom azt, hogy a kétharmada biztos, hogy velünk vagy egy napon egyetérteni. Mármint, mert nyilván nem akar önmaga ellen cselekedni. Mármint a nemzeti gondolkodással, vagy a mi hazánk számára is egy kétharmadot vizionálás. Ambiciózus. Más, hogy a kérdés, tehát hogy érzitek, hogy most sikerült ez a pozícionálás, tehát mondjuk az európai parlamenti választáson sikereket fogtok elérni, vagy pedig így a távoli szebb jövőbe helyezitek a vágyaitokat, és akkor másképpen felteszem a kérdést, tehát hogy pár év múlva hol lesz Torockai, tehát hogy a második honfoglalás alapítvány éléről fogsz a TV5 című műsorában bölcselkedni a törzsi háborúskodásról, vagy pedig egy sikeres pártvezető leszel? Ezt nyilván nem tudom, majd eldöntik a magyar választópolgárok meg a jóisten, mert hogy azért nem lehet ilyen jóslatokba bocsátkozni, ugyanis olyan események zajlanak körülöttünk most már évek óta, nézzétek meg az ukrajnai háborút, vagy ezt az egész Covid históriát, amelyeket rémálmunkban nem gondoltuk volna, és ez alapjaiban megváltoztatja, vagy meg tudja változtatni, akár az egész európai politikát is. Nekem volt szerencsém néhány nappal ezelőtt Strasbourgban az Európai Parlament ülése közben olyan európai parlamenti képviselőkkel találkozni, akikkel néhány hónap múlva majd nyilvánosság elé is állunk, és megdöbbentő, hogy milyen folyamatok indultak el Európában. Tehát van egy ébredés, csak arra várnak, hogy valaki bátran törje az utat, és nagyon úgy néz ki, hogy nekünk magyaroknak kell, és mi hazánknak is azért az utat. Magyarország, a magyar kormány is töri, Orbán Viktor is töri ezt az utat már. Töri, és főleg kommunikációs szinten nagyon szépeket szokott mondani, aztán utána mégiscsak konszenzussal fogadják el az Oroszország elleni szankciókat is, amivel mi sem értünk egyet. De megéri törni? Mindig elmondom a parlamentben. Megéri törni az utat? Mert én azt látom, hogy sokan azt mondják, tehát az Orbánt, hogy menjél előre, törd az utat, mondd ki azokat, amit mi nem merünk, majd utána ahelyett, hogy beállnának Orbán mögé, aki végre kimondta azokat a gondolatokat, amit ő nem mernek, inkább a megbocsájtás érdekében belerúgnak egyet Orbánba. Hogy most már, úgy látjátok, én is jó fej vagyok, belerúgtam egyet Orbánba. Igen, tehát nem egy hálás pozíció az EU berkein belül ez a fajta út. Hát a globalizmussal szembe menni semmiképpen nem hálás feladat, hiszen én is, nekem is rövid távon. Tudjátok meg, hát van itt néhány közületek, aki szembesült már például a nagy közösségi média cenzúrával, és ugye abban is töröm az utat, hogy... Már hírportálokat fenyegetnek amúgy, hogyha leírják a nevedet. Nem hogy fenyegetnek, hanem az egyik vidéki, ugye most országjáráson vagyok a Furt Kutak ügyével kapcsolatban, de ott például, hála Istennek úgy tűnik, hogy amit Orbán Viktor ígért nekem a parlamentben, hogy számíthatok rá, hogy megállítják az egyébként a kormányzati elképzelést is, úgy néz ki, hogy ott mégiscsak van valami, ugyanis tegnap benyújtottak egy olyan törvényjavaslatot, ami végre kútamnesztiáról szól, úgyhogy majd jövő héten majd vitatkozunk róla a parlamentben, tehát azért vannak azért pozitív fejlemények is. Én meg holnap a én azt látom. Szóval pár gondolatot megoszthatsz velem. Várj, csak tényleg egy gondolat, aztán utána elhalkulok, hogy a közösségi médiának a torockai szankcionálása nevezetű dolog, hát nekem van egy ismerősöm, Torockai Andrásnak hívják, pár kötetes, nagyon tehetséges költő, hát ő hosszú idégűt üldözte a Facebook a nevedét. Szenved miattam. Költészete nem tud kibontakozni. Tartozol neki egy bocsánatkérés. Akárhova megyek az országban, éppen mondtam, hogy a Furtkutak miatt országjáráson vagyok, és nagyon sok ilyen utcafórumot tartok piacok mellett, és sorba jönnek oda az emberek, hogy miattam letiltották a Facebookról, mert megosztott valamit róla, ami teljesen nonsens, sőt az egyik tegnap előtti vidéki állomásomon a helyi közszolgálati funkciót betöltő helyi televízió mondta, hogy egy éve vannak letiltva, gyakorlatilag ilyen shadowben betették őket a Facebookon, mert megosztották választások előtti bejelentésünket, amikor bemutattam az országgyűlési képviselőjelöltünket, tehát teljesen nonsense. Azért hagyd mondjak egy olyan jó hírt, amit még senki nem tud Magyarországon, mert annyira friss a hír, hogy még senkinek nem mondtam el. Tegnap jogerősen
legalább 50%-ban megnyertem a Facebook elleni pert, ugyanis a perem az, kevesen tudják, ugye ez viszonylag kevesebb szó esett, hogy a Facebook oldalam és az Instagram oldalamat is egy időben törölték, és az Instagram oldalam visszaállítására kötelezték a Facebookot, ami nem az Instagram oldal a lényeg, mert nyilván az nem volt olyan hatékony és olyan nem fontos, mint hanem a Facebook, így van, hanem először sikerült az általam indított per nyomán, először sikerült Magyarországon azt elérni, hogy egy magyar bíróság, a Szegedi Ítélőtábla jogerősen 15 napot adott a Metának, tehát Zuckerbergék cégének, hogy állítsa vissza az Instagram oldalam. Ez óriás, hogy akkor majd kérem precedens, bár nincs precedens Magyarországon, de ez egy óriási áttörés, és majd bejelentem nyilván a sajtónak, hogy legalább az Instagrammal kapcsolatban föllélegezhet a magyar média. Hogy itt a hobbistában jelentetted be, ezt köszönjük, ez egy nagyon fontos. Igen, próbáltam valami exkluzív. Óriási, majd az ügyvéd kontaktját kérem szépen, mert ez sokunkat érdekel. Beállok a sorba. Na, most azért az Ambrózit megpróbálta ellopni a sót, és kicsit el is lőtte, de csak félig, mert pont a Vonával kapcsolatban, akire ugye ő csak célozgatott itt, hogy az alapítvány élén a 5 című műsorban osztja az észt. Szerinted Vona Gábor mit rontott el? Mert tulajdonképpen ti most nyilván nem tökéletes a párhuzam, de nagyjából hasonló helyzetben vagytok, mint a Jobbik, és a Jobbiknak is volt egy nagyon jó 1-2 éve, 20% körüli népszerűségig eljutottak, ti is úton vagytok talán ebbe az irányba. Ugye Vona Gábor vajon elhitte saját magát, túlértékeltes, vagy túl okosnak képzelte saját magát, okosabbnak, mint Orbán Viktor, ami sok mindenkinek nem jött már be, tehát erre azért vigyázni kell. Szóval mi lehetett az a hiba, amit ő elkövetett, és hogyan szerinted ti oda tudtok-e figyelni, vagy te személyesen arra, hogy ne kövesd el ugyanezt a hibát? Remélem, hogy egy napon megérem, hogy már nem Vona Gáborról és a Jobbikról kell beszélnem, de... Nem, most magadról beszélsz, de, csak... De örömmel válaszolok a kérdésedre, ettől függetlenül, mert igen, kell tanulni abból, hogy ő mit rontott el, és én ezt az első pillanattól elmondtam, most sem gondolom másként, hogy a hiba, illetve ezek a hibák, ezek az ő személyében voltak. Ugye nagyon sok teória napvilágot látott, hogy ki vette meg hogy vette meg, az emberek egy része szerint a Fidesz vette meg, a másik oldal szerint a baloldal vette meg, teljesen mindegy, hogy az emberek mit, hogy mondjam, vélnek felfedezni az ügy mögött, hogyha önmagában, az ő személyében már ott rejtőzött ez a történet, maga sem tudta, hogy ő hol áll. Ha valaki végignézze az ő politikai pályafutását, akkor ő volt mindenhol. Tehát ő elment az ultra-dextra konzervatív szélsőjobb oldal széléig, extra ultra-tradicionalista volt, olyan 2012 környékén, innen elment a Momentum Pride felvonulásáig körülbelül, mert most már lassan ott fog majd megjelenni. Én szerintem az igazi probléma, hogy egy közösség vezetője, párt elnöke maga sem tudja, hogy mi az az út, amit neki követnie kell, nincs igazából egy szilárd elképzelése, és szerintem ennek volt az az egyenes következménye, hogy ő görcsösen miniszterelnök akart lenni. Hogyha valaki görcsösen miniszterelnök akar lenni, az nem lesz miniszterelnök. Nem én ezt gondolom. Nyilván az akarok lenni, ha már miniszterelnök jelölt voltam, persze, hogy lennék miniszterelnök. Van még időm, rengeteg időm van, nem vagyok görcsös, és amikor a választások éjszakáján, választások estéjén ott várt a Mi Hazánk közösség az eredményváron, és ott voltak az újságírók, és Novák Előd, és az előbb említett Kisberg Szabolcs, a sajtófőnökünk felváltva hívogatott, hogy hol vagyok már, mert én nem voltam ott, nem vettem részt az ünneplésben, megtartottam a sajtótájékoztatót, hazamentem. Én akkor még éppen edzegettem, akkor még volt erre lehetőségem, hogy legalább súlyzózgattam, mostanában nincs már időm, sajnos, de majd próbálok ezen változtatni, és én nem néztem az eredményeket, tehát nem tudtam, hogy bejutottunk a parlamentben, mert fontosabb volt, hogy még azt a gyakorlatot végigcsináljam. Én nem stresszeltem ezen. Már szerénység azért. Hát most akármit gondoltok erről, mindenki tudja, aki ott volt, hogy ez így történt. Igazándiból én nagyon boldog voltam Ásotthalom polgármestereként, nem hogy görcsösen nem vágytam arra, hogy fú, Bársony szék meg parlament, hanem én ezt egyszerűen vagy elhiszitek, vagy nem, ezt egy kötelességemnek éreztem, a hazám, meg azokkal szemben kötelességként, akik 2010 előtt is már irgalmatlan sok munkát, pénzt, energiát beletettek a Jobbik sikerébe. Az nem Vona Gábor volt, mint hogy nem csak Torockai Lászlóról szól természetesen a Mi Hazánk mozgalom, hanem arról a közösségről, aki ezt a mozgalmat, ezt a pártot bejuttatta a parlamentbe. Nekem van felelőssége. Vagy tanultál az elődeit hibájából. Nem, Vona Gábor, más karakterek. Vona Gábor is nagyon elhitte magát, de hát nézd meg a Jakab
Péter annyira elhitt, hogy miniszterelnök lesz, hogy még ki is próbálta az Orbán Viktor székét. És most mit csinál a Jakab Péter? Tehát lufi huszkárokat hajtogat az állatkertben. Várjuk ki, hogy mit csinál Jakab Péter, ugye attól függ, hogy ki fogja őt fölkarolni, mert több helyre valószínűleg ő már bekopogtatott. Bekopogtatott, de hát azért meglátjuk, hogy ki fogja őt fölkarolni. Egy harmadik utas politikát, ami ugye mi vagyunk, azt próbálja látványosan megvalósítani, valószínűleg ezért valakik majd alaposan megtámogatják őt, és ezt a szerepet ő eljátsza. Én nem játszok szerepet. Tehát én 26 éve, amióta politikai pályán vagyok, még miépesként indultam, én minden mondatomat tudom vállalni. Oké, fontos, mert egy politikai vezetőnek fontos ugye, hogy nyilván legyen valami fajta, legyen agilis, legyen benne bizonyos fokú extrovertáltság, nélkül szerintem nem érdemes politikai vezetőnek lenni, de ugye ez a görcs, a reflektorfényben való fürdőzésre való görcsös vágy, az valóban negatív lehet. És oké, benned ez nincs meg, legalábbis ezt mondod, és én készséggel elhiszem ezt a látod, milyen nehezen, súlyzós sztorit is. Milyen nehezen tudtad. Igen, ugyanis van egy, ja igen, de hogy azért tegyük hozzá, hogy múlt héten Budaházi Gyuri volt itt a vendégünk, és amikor ő kiszabadult, akkor te azért Budaházi Gyurit, ha megpróbáltad, és bocsáss meg, de ezt most kerekperec a pacekba mondom, kicsit barátilag is, hogy erre figyelj oda, hogy ott te megpróbáltad ellopni Budaházi Gyuritól a sót, a reflektorfényt egy kicsit. Felült a lóra? És ha lóra nem is ült fel, de úgy készült egy videó, ahol aminek nagyon te lettél a főszereplője, miközben azért Gyuri 14 évet ült börtönben, sokak szerint többek között helyetted is, vagy tőled, a te balhédat is ő vitte el, tehát vannak ilyen vélekedések. Szóval, hogy azért szeretette azt, hogyha figyelnek rá. Nyilvánvalóan az ember nagyon-nagyon rossz politikus lenne, és nagyon-nagyon rossz vezetője lenne egy pártnak, hogyha teljesen kerülné a reflektorfényt, az biztos, hogy sikertelen lesz egy idő után azért az a párt. Én arra utaltam, hogy ne legyen fontosabb a személyi ambíció, vagy az ego, mint maga az ügy, de nyilván azért kell, tehát Orbán Viktortól kezdve Jakab Péteri vagy Gyurcsány Ferencig biztos, hogy mindenkiben van, Vona Gáborban is volt mindenkiben, és bennem is van természetesen, de valószínűleg te arra a videóra utalsz, ami a saját YouTube csatornámon jelent meg, hát ott nyilván én beszélek, mert az a Torockai László YouTube csatorna, ettől függetlenül én nem akartam, semmiféleképpen nem akartam elvinni a sót, én azt is elmondtam, hogy Budaházi Gyurival ellentétben én nem gondolom, hogy az vitte be a Mi Hazánk mozgalmat a parlamentbe, hogy volt az a vérlázító ítélet a választások előtt. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy jelenleg inkább visz tőlünk ez az ügy, csak én azt is elmondtam, hogy én nem mérlegelem. Tehát nekem ez egy elvi bajtársi kérdés volt, hogy mindig kiálltam Budaházi Gyuri mellett, és egyszerűen azért, mert hát azt hiszem most már több mint 20 éve ismerem Gyurit, és egy nagyon remek embernek, egy egyenes embernek, egy igazi hazafinak tartom, és egyszerűen az, amit csináltak vele, nem csak a Gyurcsány kormány, hanem az elmúlt 13 évben, amióta úgymond nemzeti kormányzás van, 13 éve ugyanúgy meghurcolták, én 13 év alatt is kiálltam mellette, de a sót nyugodtan vigye el a Fidesz, mert ebből a szempontból szerintem elvitt a kormány a sót, mert a kormány az, aki most ugye úgy mutatja magát, hogy ő kiszabadította a rácsok mögül, de 13 éven keresztül az az ügyészség, amelyet azért mégiscsak teljesen a kormánytól függetlennek tekinteni azért az elég érdekes dolog lenne, az az ügyészség még a 17 év fegyházzal sem volt elégedett, hanem egyenesen életfogytiglanig ment volna. Már csak néhány percünk van hátra, de ez nagyon fontos, hogy azért erről mindenképp beszéljünk, mert ugye te beleállsz a dolgokba, és ez nincs vita, hogy vállalod a kijelentéseidet, és most is volt egy ilyen elég erős kijelentésed, ami mondjuk nemzetközi porondon, és azért, hogy mondjam, megrezegtette a kedélyeket, hogy egyszerűen leterroristáztad Zelenszkij ukrán elnököt, aki a sajtóhírek szerint fel akarta robbantani a Barátság gázvezetéket. Ugye ez... Hát úgy olaj, csak a Washington Post olajvezetéket, bocsánat, igen, amivel ugye Magyarország iparát készült tönkretenni. Ezért kaptál hideget-meleget emiatt? Hát nem is annyira hideget-meleget, hanem ilyen halállistákra szoktam ilyenkor ugye fölkerülni. De hát nem csak a magyar kormány is rajta van az ukrán. A magyar kormány is rajta van, így van, sokan rajta vagyunk azon a halállistán. Ukrajna egy demokratikus ország. Büntető fejlentést kellett tennem, mert ugye ukrán hekkerek megfigyelnek. Ebből is látszik, hogy mennyire demokratikus és baráti ország ez az Ukrajna és az ukrán kormány. De hát nehéz nem terrorizmusnak nevezni azt, amikor valaki bejelenti azt, és hát nem tiltakoztak, most már több nap eltelt, és az ukrán külügy az a Twitter posztom után fél napon belül kiadott egy nyilatkozatot, egy kommunikét, vagy most Duró Dóra interjúja után azonnal reagáltak, napok elteltek, és egy ilyen súlyos
információra nem reagáltak, nem utasították vissza, tehát én készséggel elhiszem ezt a sajtó értesülést, márpedig ez ebben az esetben egyértelműen terrorizmus, hát amikor a dél-tiroli osztrákok felrobbantottak infrastruktúrális eszközöket a 60-as években, akkor azonnal fölkerültek mindenféle terrorszervezet listájára. Nyilvánvalóan a vezeték felrobbantása, a barátság vezeték felrobbantása, függetlenül attól, hogy a baliberális média szerint az Orbán Viktor iparát tette volna tönkre, ez azért megszépítése ennek a kijelentésnek. Az elképesztő. Ez valójában a magyar gazdaságot tette volna tönkre, függetlenül a kormány korrupciójától, vagy Mészáros Lőrinctől, teljesen mindegy, de az a magyar gazdaságot, igen, tehát, ahogy ezzel a KKV szektort is tönkretett. Ezzel is próbálják mosdatni, hogy Orbán Viktor iparát. Az a múlt már megváltozott, már azzal mosdatják, hogy csak dühében mondta. Így jelent meg, hogy mérgében mondta. Igen, csak bocsássatok meg, hogyha mi mondanánk ilyet, éppen az előbb említett Budaházi Gyuri ügye mutatja, hogyha mi mondanánk ilyet csak úgy viccből, vagy éppen mert éppen dühösek vagyunk, akkor minket azonnal elvinne a TEK, de úgy látszik Zelenszkijnek lehet azt, amit másnak nem. Tisztázunk valamit, nem történt meg a barátság vezetéknek a felrobbantása, tehát a terrorizmus nem valósult meg, és szerintem ez amiatt történt, mert felhívták a figyelmet arra, hogy az Orbán Viktor ipara az felkészült az olajmentes időszakra, és vannak ezek a fényképek, amik kolbászt tölt, és az kézzel hajtja. Na jó, szóval lesz ebből Mi Hazánkos kétharmad? Visszatérve egy korábbi kérdésre. Szerintem benne van, igen. Igen, benne van. Hát, hogyha azt nézzük, hogy a fiatalok között, legalábbis az első választók között, tehát a 18 és 29 éves év közötti korosztály között a legnépszerűbb párt vagyunk, több közönkutató szerint, akkor lehet belőle kétharmad is, amire egyébként szükség is van, mert a második helyen a kétfarkú kutyapárt, a harmadik helyen meg a Momentum van, tehát azért... Van. Miért mondod kétszer ugyanazt? Szóval nekünk óriási felelősségünk van, mert úgy tűnik, hogy a nem globalista, őrült, meg drogos, baliberális pártok mellett mi tudunk még eljutni a legfiatalabbakhoz, és szerintem óriási felelősségünk van, most például a gyermekmozgalmat, Kárpát-medencei gyermekmozgalmat akarunk indítani, hogy a gyerekek ne csak a közösségi médián keresztül, az algoritmus által vezérelve a szennyet kapják meg, tehát szerintem benne van nyilván, hogy az idő múlásával akár mi tudunk kétharmaddal nyerni, majd meglátjuk, de mondom, nem görcsölök ezen, tehát pont ezek nem görcsölök ezen, eldöntik a magyarok, eldöntik az emberek, eldönti a Jóisten, hogy meddig van nekem feladatom, ha meg az a feladatom, hogy menjek vissza Ásotthalomra, mert ott szeretettel várnak, akkor visszamegyek Ásotthalomra, bár most nagyon jó az utódom, a volt alpolgármesterem, ő is nagyon jó vezette települést, úgyhogy lehet, hogy végre akkor az álmomat végre tudom majd hajtani, és végre gazdálkodni tudok a tanyán. A legfontosabb dolgokra végül csak maradt időnk. Torockai Lászlónak nagyon köszönjük, hogy végül is elfogadta a meghívást, és itt volt velünk. Ez volt már a Politikai Hobbista, legközelebb egy hét múlva találkozunk Györfi Pállal. Viszontlátásra!